Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket itt Szolnokon, a Rotary módszervásáron. Mint tudjátok, második alkalommal rendezzük meg ezt a módszervásárt, és nagy öröm számunkra, hogy ilyen szép számmal elfogadtátok a meghívásunkat, és ezzel segítitek a konferencia sikeres megrendezését. Az elmúlt alkalommal is, 2 évvel ezelőtt számtalan olyan projektet hallhattunk tőletek, amelyik alkalmas volt arra, hogy megfogadjuk és az ötleteket átvegyük. Én úgy gondolom, hogy a mai nap is így lesz ez, és nagyon sok és nagyon hasznos ötletet fogunk tanulni egymástól. Fontosnak tartom azt, amit mondtam, hogy tanulunk, és egymástól tanulunk. Senki nem letéteményeseit semminek. Itt egy nagy közösség a miénk, a Rotarisok közössége, egy baráti közösség, ahol csak tanulni lehet egymástól. Nem csak emberi tisztességet, hanem bizony technikákat is ahhoz, hogy munkánkat minél magasabb színvonalon tudjuk végezni. A klubunk történetéről sokan hallottatok már, én nem is szeretném elmondani, hogy eddig mit csináltunk. Néhány jövőbeli tervünket szeretném elmondani. Tudjátok, ma lesz a 3. jótékonysági bálunk. Ez társrendezvénye a mai módszervásárnak, vagy mondhatnám azt is, hogy a módszervásár a társrendezvénye a Rotary bálnak. Zsolt barátom szerint a módszervásárnak a társrendezvénye, Kovács Józsi barátom szerint, aki a bált szervező, szerinte pedig a bálnak a társrendezvénye a módszervásár. Én azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt egy napon rendezni ezt a két rendezvényt. A két rendezvény kiegészíti egymást. A következő az adventi agyománygyűjtés, amit a kecskemétiektől tanultunk el, de elmúlt évben végeztük először, a karácsonyi faluba forralt bort kínáltunk, de erről majd Kürti László barátunk részletesebben be fog számolni. Nagyon nagy tervvel álltunk elő a Magyar Rotary Társadalom elé. Bizonyára többen megkaptátok már a levelet. Rotary almanakot szeretnénk megjelentetni a Rotary 100 éves évfordulójára a következő évben. Ehhez én már most kérném a segítségeteket és a támogatásotokat, mert úgy gondoljuk itt a Szolnoki Rotary Klubban, hogy ez nagyon fontos kiadvány lenne. Február hónapban farsangi bált rendezünk, ez nálunk egy hagyományosan jelmedes farsangi bál, és ennek a bevételéből a diákcsere program költségeit finanszírozzuk. A Szabadkai Rotary Klubban az elmúlt évben kezdődött, és ebben az évben folytatódott egy nagyon jó baráti kapcsolat. Szegedi és a kecskeméti klubokhoz hasonlóan mi is kölcsönösen látogatjuk egymást, és a mi zentai kapcsolatunkra hivatkozással a Szabadkai Klubbal közösen zentán szeretnénk Rotary Klubot alapítani. Az asztaltársaság már megalakult. Nagy öröm számunkra, hogy az idén nyáron Szolnokon is megalakult a Rotaract asztaltársaság. Ez főleg azoknak a diákoknak a kezdeményezésére kezdődött meg, akik a Nemzetközi Diákcsere Programban részt vettek. Ők és a barátaik kezdeményezték, illetve megalapították az asztaltársaságot. Reményeink szerint jövőre, vagy a azt követő évben, 2006-ban talán klubot is tudunk avatni. És van még egy nagy tervünk. Finnországi Rotary Klubbal, Ulu város Rotary Klubjával, vagy mondhatnám azt, hogy talán Rotary Klubjaival, mert 4 klubbal közösen egy matching rendet tervezünk a Szolnoki Erdei iskolának a támogatására. Eznek az összértéke kb. 2 millió forint lesz. Hát röviden a terveinkről ennyit szeretnék elmondani, és nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem Szoboszlai Zsolt barátomnak és segítőinek, hogy megrendezték ezt a konferenciát, és a konferenciához pedig jó tanácskozást és sok-sok jó ötletet kívánok. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttetek. És bocsánatot kérek, még egy információt hadd mondjak, mivel, hogy említettem is, ma rendezzük a bálunkat, én nekem azzal kapcsolatban még lesz egy kis szervezési munkám, és hogyha én időközben elmegyek, az nem azért van, mert nem érdekel az előadás, hanem a Kovács Józsi barátunkkal, aki a bál szervező, azzal még van egy-két intézni való. Köszönöm a megértéseteket!